igazából milyen érzés, hogy olyan csapat ellen kapuba állni, akivel szemben mindenki elvárja a kötelező győzelmet? Nagyon nehéz mérkőzések szerintem az ilyenek, mert kötelező hozni, de úgy érzem, hogy megtettük a magunkét. Nem lehet az esetleg probléma, hogy most két könnyebbnek tűnő ellenfél után lesz egy pihenőnapunk, és akkor utána hirtelen kettő nehéz csapat ellen kell játszanunk? Rá tudunk készülni, van időnk felkészülni, úgy érzem, hogy főleg a második fél időben nagyon jól összeállt a védekezés, és az előnyünkre fog válni a következő meccseken. Melyik csapatot tartod erősebbnek jelenleg, most a románt vagy a németet? Hasonlóak, most így nem tudnék, forma a kérdése. De mennyit tud neked segíteni a védelem, hogy láttad eddig? Nagyon sokat. Sokat? Ezen a világversenyen is úgy látod? Tehát a védekezés az alapja a kézilabdának, abból tudunk kiindulni.